ahogy körülnéztem a teremben, azt hiszem, hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen, aki már nem az APEC-be lépett be, hanem a NAP-ba. Kevésen múlt, de minden a NAP-ba léptem be. Egy visszajelzést engedjenek meg, egyszerűen gyönyörű látni, és kicsit meg is illetődtem tényleg. Gyönyörű látni azt, hogy azok az elődök, akiknek az eredményei látszanak most is a rendszereinkben, mert az a hálózat, az az eszkort, az az ebben van, az a radar van, amiket, elnézést, amit kihagytam, amiket az itti előadók és munkatársai lefektettek, azok az emberek is ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan szétzivált napi rend alapján, ugyanolyan ellenszélben ugyanúgy küzdöttek, mint ahogy a mostaniak szoktak küzdeni. Úgyhogy ha ebből az előadás sorozatból születik esetleg valamilyen gyűjtemény, hogy az előadás elhangzott, akkor ez szerintem a belső oktatásban érdemes lenne föltenni az asztalra, mert az a fajta identitás erősítés, és az a fajta megerősítés, ami ebből jön, az biztos, hogy mindenkinek hasznos lehet. Úgyhogy kérdés helyett én tulajdonképpen csak egy nagy köszönetet szeretnék mondani. Nem tudom, hogy van néhány kolléga, aki most is már dolgozik, tehát hogy most is aktív állományban van még, de hosszú az ugye kisebbség a jelenlegi között. Magamra vállalhatom ezt, hogy a jelenleg is napnától kérdében mondja köszönetet, akkor ezt így megteszem. És külön köszönöm a szervezőknek, hogy ezt az alkalmat létrehozták. Köszönöm szépen. Köszönjük. A jelenlegi információs rendszer és a homofóbia. Ugye a Covid-nak a beköszöntével ez igen gyorsan felgyorsult. Akkor kialakításra került, illetve szerencsére tulajdonképpen addigra, ugye mert ugye elég gyorsan jött a Covid, tehát nem tudtuk, hogy szükség lesz erre ilyen mértékben. Olyan technológia, ami ezt lehetővé teszi, tehát ugye volt róla szó a revizori rendszer, az is tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy valaki otthonról dolgozzon, akinek nem kell, nyilván akinek fizikai jelenlét kell, mert egy ügyvédszolgálaton ül, az annál ezzel nem működik. De ugye ez a távoli bejelentkezés VPN technológia biztonságosan működik. A Covid-nak a csúcsán, ott nem is tudom, ilyen tizenvalahány ezren voltak egyidejűleg bejelentkezve a NAV-nak a rendszerébe. Tehát ez technológiailag működik, és hát ilyen informatikai területen most is nálunk például a pillérben azért így heti egy-két napra megvan a lehetősége, hogy valaki otthonról dolgozzon. Tehát ennek ahol a munka nem akadálya, hogy technológia akadálya nincsen, hogyha ez volt a kérdés. Tessék? Ezt a zártságot... Így van, abszolút. Persze, így van, abszolút így van. Tehát ez ugye működik akár valakinek az otthoni számítógépéről is, ugye ott csak ugye RDP, Remote Desktop Protocol, tehát hogy csak ugye egy benti gépet használ igazándiból, ugye csak a monitor, egér, billentyűzet, információk mennek át, ugye ebben növelve a biztonságot, hogy tehát nem lehet vírusokat átvinni, vagy bevinni egy otthon nem felügyelt gépről, és bent pedig ilyen virtuális munkaállomásokra jelentkezik tulajdonképpen rá, és úgy tud valaki dolgozni. Tehát ugye a biztonság is szavatolt, és tehát ez működik, mondom, Covid csúcs idejében tizenvalahány ezren voltak egyidejűleg bejelentkezve. További kérdés, hozzászólás nincs, akkor köszönettel vettük a részvételüket, és hát akkor viszontlátásra, amikor legközelebb.